disznótorban. Nem tudod, miért olyan izgatott mindenki? Kérdezte hamar Hümér tavaly tündér, miközben figyelte a sürgésforgást. Azt hiszem, a disznóvágás miatt van ez a nagy készülődés, felelte Kackiás Kázmér kirakelmester vidáman. Látom rajtad, hogy te is vidám vagy, csak azt nem tudom miért. Pedig nagyon egyszerű, én is a disznótorra gondolok már. Ne haragudj, de az előbb azt mondtad, hogy vágás, most meg azt tor. Én úgy tanultam, hogy a tor a fej és potrok mellett a rovar része. Lehet, hogy tán disznópotrok is van, ha disznótor létezik? Ez nem az a tor. A te szavad görög eredetű és annyit jelent törzs. Amit én mondtam, az valószínű, hogy török eredetű és halotti szertartás az értelme. Ebben az esetben a disznó a halott, mi pedig az ő emlékére vidám szertartást rendezünk. Nem gondolod, hogy egy kicsit furcsa, amikor a gyilkosok rendeznek szertartást az áldozat emlékére? Ebben az esetben nem furcsa, mert senki sem szomorkodik. Honnét tudod? Én például nagyon is szomorkodom, mert sajnálom szegény cocát. Gondold el! Egész évben gyanútlanul eszi a moslékot, a darát vagy a tápot, aztán egyszer csak az, aki szerette, leszúrja, megperzselteti, és még örül is neki. Hát igaz, ami igaz, van benne valami furcsa, de azért legalább annyira természetes is. Valamikor az emberiség egyik legnagyobb találmánya volt, hogy az állatokat nem csak vadászni lehet, hanem tenyészteni, nevelni, gondozni is saját hasznunkra. Aztán arra sem árt gondolni, mennyi izgalommal jár egy esztendő, amíg kigömbölyödik a malacka. Így egy kicsit a siker ünnepe is a disznótor. Nem szabad finnyásnak lenni, gondolj inkább a finom kolbászra. Gondolok. Nem is rossz, és nem is vagyok úgy, mint az egyik budapesti kisfiú. Miért ő hogyan járt? Egyszer a nagymamájához vitték el nyaralni. Megmutatták neki az egész házat, aztán az udvart is az állatokkal. Végül az istállóba vezették be, és a mama, hogy még nagyobb legyen az öröm, fejt neki egy kis tejet. Megkínálta vele. A kisfiú majdnem elsírta magát, hogy ő nem issza meg, mert csak a zacskós tejet szereti. Hiába magyarázták neki, hogy a kettő ugyanaz. A nagymamának kellett vennie egy tejes zacskót, és minden reggel előbb abba kellett töltenie a tejet, hogy az unokája megigya. Ugye velem nem történhetne ilyen? Hát, ahogy vesszük. Ha ilyen nem is, de hasonló megtörtént. Egyszer, amikor még kicsi voltál, kolbászt ettél. Igen ám, de amikor a töltelék készült, véletlenül beledaráltak egy kis porcogot, tudod, ami a csont szélén van. Ez a hosszú hónapok alatt megkeményedett, te pedig csak etted az egyik falatot, de sehogy sem akart lemenni. Akkor aztán megkérdezted, hogy hova köpheted a kolbász magját. Az egész család jót derült rajta, és arra biztatott, hogy vigyázz rá, majd elültetjük, és akkor lesz kolbászfánk, onnét fogunk szüretelni. Az nem is lenne rossz. Képzeld el, mennyi munkát meg lehetne takarítani. Ahogy mondani szokták, még a kerítés is kolbászból lenne. Igen, igen, de azt is szokták mondani, hogy több nap, mint kolbász. Aha, értem. Ez ugye azt jelenti, hogy nem lehet minden nap csak jót enni, takarékoskodni kell. Eltaláltad. De azért nem illik mindig takarékoskodni, például azokkal sem, akik nyársot dugnak. Nyárs? Az meg micsoda? Régi szokás. Még mi is csináltuk. Összeálltunk néhányan a fiúkkal, kifaragtunk hegyesre egy ágasbogas fát, ráírtunk egy kis papírra egy verset, olyat, hogy nem fogtuk a fülit farkát, adjanak egy darab hurkát. Bezörgettünk, oda tettük az ajtó elé, aztán néhány perc múlva már ehettük is a sok finomságot. Ez igen. De képzeld el, ha a húskombináthoz dugna valaki nyársat, mosolygott hamar Hümér tavaly tündér. Ott naponta lehetne. Persze, csak az a baj, hogy a versben nem jönne ki jól, ha a hurka helyett gépsonkát írnánk, nevetett Kackiás Kázmér kirakelmester.